bejelenthetjük, hogy megkezdődik a 100 új autóbusz forgalomba helyezése a Volánbusz flottájában. Ezek az autóbuszok, amik most forgalomba állnak, 1-től 1-ig Euro 6-os, annak is a legújabb altípusának megfelelő környezetvédelmi besorolású dízelautóbuszok, amelyeknek a károsanyag kibocsátása, a porszennyezés kibocsátása az kevesebb, mint 1%-a annak a 20 éves Ikarusznak. Tehát innen érdemes megnézni, hogy a szennyezés 99%-át ezzel eliminálni lehet. A 2018-ban 13,5 éves volt a Volánbusz járműparkjának átlagéletkora, ezt mostanra ezzel a fejlesztéssel 11 év alá tudtuk levinni, és a cél az, hogy ezt a munkát folytassuk, és egy 8 éves flotta átlagéletkor tudjunk biztosítani néhány éven belül. Ha már itt vagyunk Győr városában, fontos azt is kiemelni, hogy amellett, hogy a helyközi buszflottát frissítjük, a helyi városi autóbuszflotta frissítése is célja a kormánynak, akkor is, ha az állami Volánbusz működtetés, akkor is, hogy esetleg a városok saját szolgáltatót bíznak meg. Ennek érdekében indítottuk el az úgynevezett zöld busz programot, amelynek az a lényege, hogy a városok tiszta, zéro emissziós, környezetbarát elektromos buszokkal tudjanak gazdagodni, és ezt a kormány támogatja. Ennek jegyében Győr városa 13 darab Komáromban gyártott BYD elektromos autóbusszal fog gazdagodni. Ezeknek a gyártása már zajlik, és ezek jövő év elején állnak forgalomba kormányzati támogatással. Ilyen alkalom nem volt még szerintem, hogy 100 buszt tud Győr-Moson-Sopron megye egy kormányzati program keretében Magyarország lakói, magyar települések számára küldeni, rendelkezésre bocsájtani. Számunkra különösen jó hír győriek, győr környékiek, megyebeliek számára, hogy ebből lesz 4 busz, amely itt marad a megyében. Noha ez a helyközi közlekedést fogja érinteni, de a helyközi közlekedés is fontos Győr városának, hiszen Győr városában a helyközi közlekedés révén rengetegen járnak munkába dolgozni, vagy tanulni, vagy akár kikapcsolódási lehetőségként is. Így kiemelten fontos a helyközi közlekedés színvonalának fejlesztése és biztosítása. Gratulálok a Kraftex-kűnek cégcsoportnak, Rankovics István igazgatórnak és csapatának is, hiszen olyan autóbuszokat hoznak létre, ami megfelel a kor követelmény, modern utas tájékoztató rendszerrel, USB töltési lehetőséggel, biztonsági kamerarendszer felszerelése, és ami nagyon fontos, a környezettudatosság, a környezetvédelem és a gazdaságos üzemeltetés. Győr városában erre különösen nagy hangsúlyt fektetünk. A magyar kormány 2016 júniusában elfogadott egy nemzeti buszgyártási cselekvési programot, hogy azóta eltelt 6 évben. Mi összesen 1500 buszt adtunk át, abból a 2100-ból 1500 busz, az azt jelentette, hogy a Volán csoport buszállományának a gerincét ma a Credo buszok adják. Tehát ezekkel a buszokkal és a forgalomból kivonásra kerülő buszokkal, ugye azok után, hogy ezeket átveszik a Volánok, pár nap múlva üzembe helyezik, és forgalomban vannak ki öregebb buszokat. Az arányok azt fogják mutatni, hogy inkább már 45%. A Volánbusznak 95 éves múltja van, azt hiszem a Kraftex-nek több mint 100 éves múltja van, és amennyiben együtt tudunk működni, és természetesen a jövőben a Volánbusz jól szerepel a piacítás esetében, akkor nem csak, hogy 95 éves múltja, hanem hasonlóan 95 éves jövője is lesz. Úgyhogy ebben bízom, ezen dolgozunk, nyilván azt a és a magam nevénben azt nem tudom megírni, hogy 95 év múlva is itt leszek, és a buszállatban itt leszek, de bízom benne, hogy azok, akik a Volánbusz családtagjaihoz tartoznak, és azok, akik majd később itt fognak dolgozni, azok is büszkén tekintenek erre az időszakra.